Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó. Az adóinfó vendége Stankó Dániel, az RSM ÁFA igazgatója. Mai témánk az lesz, hogy milyen szerepe van az állandó telephelynek az adózásban. Hogyha kicsit részletesebben nézzük, akkor miről van szó pontosan? Igen, állandó telephely ugye azt jelenti, hogy az adott vállalkozás székhelyétől eltérő helyen van egy helyhez kötötten tartósan végzett olyan szervezeti egység, ami önállóan tud gazdasági tevékenységet kifejteni, tehát önállóan tud szolgáltatásokat igénybe venni, vagy szolgáltatásokat nyújtani, és ugye az állandó telephely az adózás szempontjából, különböző adónemek szempontjából nagyon fontos szerepe bír. Melyek ezek az adónemek? Ugye itt meg kell különböztetni a társasági adótelephelyet az ÁFA telephelytől, illetve még külön szoktuk vizsgálni a helyi iparizási adó szempontjából a telephely keletkezését. Adójogi szempontból milyen esetben keletkezik állandó telephelye egy külföldi cégnek? Igen, tehát érdemes ketté választani ezt a kérdést, és elsősorban akkor nézzük meg a társasági adó szempontjából, hogy mikor keletkezik állandó telephely egy külföldi vállalkozásnak. Ugye ezt a kérdést elsősorban a Magyar Társasági Adó Törvény alapján, illetve a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján lehet megválaszolni, ahol pedig nem egyértelmű a helyzet, akkor még az OECD modellegyezményhez kapcsolódó kommentár alapján is lehet eligazodni, vagy abból lehet kiindulni. Ugye ez azt jelenti, hogy minden egyes országban más és más a kettős adóztatási egyezmény, tehát bizonyos országokban például már 3 hónapnál keletkezik az állandó telephely, még más országokban 6 vagy akár 12 hónapos ez az idő, ami után már keletkezik az állandó telephely. Ugye ezzel szemben az ÁFA-ban, hogyha az ÁFA szabályozást nézzük, akkor az állandó telephely nem az állandó telephely kérdésköre, az egységes minden EU-s országban, legalábbis lesz egységesnek kellene lennie a EU ÁFA irányelv alapján, viszont Magyarországon, ha nézzük egyes viszonylatokat, tehát egyes országokat, akkor ugyanarra a következtetésre jutunk, hogy van vagy nincs telephelye egy külföldi vállalkozásnak belföldön. Ha ez egy dán vállalkozásról van szó, egy németről, vagy egy amerikairól, tehát nincs ennek jelentősége, hogy melyik országból származik az a külföldi, aki belföldön végez gazdasági tevékenységet, ami talán telephelyet keletkeztet. Mit tekintünk ÁFA telephelynek? Ugye az ÁFA-ban az állandó telephely meglétéhez az kell, hogy legyen egy helyhez kötötten végzett tevékenység, tehát helyhez kötötten végzett tevékenység. Ez a tevékenység tartós legyen, tehát tartósan végezze ezt a tevékenységet az adott helyen, és a önálló gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges erőforrások, azok rendelkezésre állnak. Tehát mit jelent az, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak? Ugye elsősorban azt jelenti, hogy a személyek, amelyek ezt a gazdasági tevékenységet végeznek, jelen vannak, illetve az eszközök is jelen vannak. Tehát leegyszerűsítve azt kell megnéznünk, hogy tartósan helyhez kötötten vannak két emberek eszközök a külföldi vállalkozásnak belföldön, ahhoz, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy van az adott vállalkozásnak belföldön ÁFA telephelye. És ezt mind a magyar szemlélet szempontjából kell megnézni. De ugyanúgy, hogyha magyar vállalkozások terjeszkednek külföldre, és külföldön végzik ezt a tevékenységet helyhez kötötten tartósan, akkor felmerül az, hogy a magyar vállalkozásnak külföldön van ÁFA telephelye, az viszont már a fogadó ország szempontjaiból, vagy az ottani jogértelmezés alapján kell eldönteni, hogy ott neki van állandó telephelye, vagy sincs. Említettük azt, vagy érintettük azt, hogy itt az időintervallumnak is szerepe van abban, hogy mikortól keletkezik állandó telephelye egy külföldi cégnek. Magyarországra milyen időintervallum érvényes? Ugye itt nagyon nem mindegy, hogy a társasági adó szempontjából nézzük, a szempontjából vagy ÁFA szempontjából nézzük ezt a kérdést. Hogyha a társasági adó szempontjából nézzük ezt a kérdést, akkor ugye egyezményenként, országunként kell megnézni, hogy mi az az időtartam, amely fölött már az adott vállalkozásnak belföldön keletkezik állandó telephelye. Tehát, hogy mennyi az az időszak, és akkor ezen belül van egy speciális eset, az úgynevezett építési állandó telephely, tehát amikor egy építési projekten vesz részt egy külföldi vállalkozás, akkor mikor keletkezik neki telephelye. Az ÁFA-ban, mivel ez egy külön vizsgálandó kérdés, az ÁFA törvény nem tartalmaz arra előírás, hogy mennyi idő kell, tehát mi az a minimális idő, ami után már
keletkezik állandó telephelye valakinek, és annyit mond, hogy tartós jelenlét. Ez azt jelenti, hogy az esettől függ, hogy mit jelent tartósnak ez a jelenlét, külön-külön kell megnézni mindegyiket, minden esetet. Ugye azt nagyjából el tudjuk mondani, hogy 6 hónapig, hogyha 6 hónapig tartósan helyhez kötöttem végzi valaki gazdasági tevékenységet belföldön, akkor az még nem álló telephely. Miért fontos egyébként a cégeknek az állandó telephely minősítés? Ebből előnyük is származik, mondjuk adózási szempontból, vagy hogyha konkrétan adóelőnyük nem is, de legalább adóadminisztrációs könnyebbségük? Ha a külföldi vállalkozás belföldön van állandó telephelye, akkor hogyha a társasági adó szempontjából nézzük ezt, akkor azt jelenti, hogy a társasághoz betudható jövedelem után a magyar társasági adót kell fizetniük, és nem külföldi társasági adót. Ugye ez azt jelenti, hogy allokálni kell az adott vállalkozás telephelyéhez különböző bevételeket, illetve költségeket, és akkor ezeknek a különbözete ugye a jövedelem után keletkezik a társasági adófizetési kötelezettség, ugye 9%. Ez elég kedvező nemzetközi összehasonlításban, hogyha egy külföldi vállalkozásnak belföldön van állandó telephelye, és összehasonlítjuk ezt a olyan országokkal, mint Hollandia, Amerika, Anglia, ott sokkal magasabbak az a társasági adómértékek, adókulcsok. Tehát erre a jövedelemre akkor nem a saját országokban, nem a saját székhely szerinti országokban kell megfizetni a társasági adót, hanem belföldön. Ugye ez alapvetően előnye ennek a társasági adó szempontjából. A hátránya viszont az, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ehhez az állandó telephelyhez tartozó adminisztrációt is el kell végezni, és be kell jelentkezni az adóhatósághoz, aztán külön elszámolást készíteni arra vonatkozóan, hogy mennyi is a állandó telephelyhez betudható jövedelem, tehát külön lényegében a számviteli törvényhez hasonló nyilvántartást kell vezetni, és ez alapján meghatározni az állandó telephelyhez betudható jövedelmet. Ha van olyan költség, amit a külföldi székhely vesz igénybe, viszont ez a költség a magyar állandó telephelyhez allokálható, tehát ehhez kapcsolódik, akkor ugye ezeket a költségeket is figyelembe kell venni, és már felmerül itt egy újabb probléma, hogyha a székhely és a magyar állandó telephelyek között történik leszámolás. Kapcsolt vállalkozásokról van szó, azért felmerül az is, hogy vajon a kettő közötti elszámolás piaci alapú, tehát transferár kérdések is felmerülnek itt. De mégis önmagában az, hogy ugye nálunk 9% a társasági adó, ez így önmagában jelent egy olyan vonzerőt, amely megfontolás elé állítja, és adott esetben Magyarország mellett teheti le a voksát a külföldi cégek számára is? Nem, általában nem ez határozza meg, hogy egy külföldi vállalkozásoknak belföldön keletkezik a telephelye, vagy nem, ritkán tapasztaljuk azt, hogy kifejezetten erre megy az adó optimalizálásnak a menete, vagy adótervezés, hogy akkor kilenk egy olyan háttérstruktúra, amit alapján belföldön keletkezik állandó telephely. Ha szeretnék belföldön fizetni a társasági adót külföldi társasági adó helyett, akkor ugye vannak olyan struktúrák, amelyek erre sokkal kedvezőbbek, tehát például leányvállalatot létrehozni, és akkor ott sokkal tisztábban, érthetőbben fogalmazódik meg az, hogy mennyi is a társasági adó alap. Milyen jelentősége van az ÁFA telephelynek? Az ÁFA telephely határozza meg a legtöbb szolgáltatás nyújtásnak a teljesítési helyét. A legtöbb szolgáltatás esetében a szolgáltatás nyújtás teljesítési helye a szolgáltatás igénybe vevő székhelyéhez vagy állandó telephelyéhez kapcsolódik. Ha egy külföldi vállalkozásnak belföldön van állandó telephelye, akkor ha ez a telephely érintett a szolgáltatások igénybevételével vagy megrendelésével, akkor azt jelenti, hogy belföld lesz az adott szolgáltatásnak az adott szolgáltatásnak a teljesítési helye. Tehát ez, ha egy belföldi vállalkozástól vesz igénybe egy ilyen állandó telephely szolgáltatást, akkor ez áfáson fog igénybe menni, tehát áfával terhelt számlát kell ilyenkor kifizetni a beszállító felé. Ha pedig külfölditől vesz igénybe, akkor a magyar adószámhoz tartozó, vagy a magyar telephelyhez tartozó adószámra kell kiállítani ezt a számlát áfa nélkül.
Egyébként az ÁFA telephelyel, vagy az ÁFA telephely meghatározással összhangban van egy olyan definíció, ami meghatározza azt, hogy milyen elemek járulnak hozzá ahhoz, hogy valami ÁFA telephelyé váljon? Így van, tehát ahhoz, hogy ÁFA telephely legyen, ahhoz tartósan helyhez kötöttünk kell végezni ezt a gazdasági tevékenységet, és a személyek és eszközök kell, hogy rendelkezésre álljanak itt belföldön ahhoz, hogy belföldön legyen ÁFA telephelye külföldi vállalkozásnak. A személyzet esetében azt értjük, hogy konkrétan dolgozók vannak? Így van, tehát azt jelenti, hogy itt tartósan helyhez kötöttem végzi tevékenységet a dolgozók, tehát személyek rendelkezésre állnak, külföldi cégnek a munkavállalói, akik tartósan itt végzik ezt a tevékenységet. Ugye egy példát lehet, ha példán keresztül megvilágítom, ha van egy olyan tevékenység, ami egy magyarországi szereléséhez kapcsolatos, tehát össze kell szerelni egy berendezést, és mondjuk a külföldi vállalkozás csak a berendezés összeszerelésére vállal a kötelezettséget. Ugye itt nagyon nem mindegy, hogy a külföldi vállalkozásnak a dolgozói mennyi ideig töltenek belföldön ezzel az összeszerelési tevékenységgel kapcsolatosan. Tehát, hogyha a külföldi vállalkozásnak a dolgozói több mint egy éven keresztül szerelik ezt a berendezést belföldön, akkor a külföld, mondhatjuk azt, hogy a külföldi vállalkozásnak bizony belföldön van állandó telephelye, főleg, hogyha eszközök is rendelkezésre állnak. Hasonlóképpen kell megítélni, hogyha nem csak az összeszerelésre vállalnak kötelezettséget a külföldi szállítók, hanem a termék értékesítésére, tehát egy komplex berendezés átadására, legyártására, átruházására, ide szállítására és beszerelésére vállal kötelezettség egy külföldi eladó. Akkor vizsgálni kell, hogy a beszerelésével kapcsolatos tevékenység az mennyi ideig tart Magyarországon, jelen vannak-e a külföldi vállalkozásnak a emberei, és ugye jelen vannak-e az eszközök. Hogyha több mint egy éven keresztül vannak jelen külföldi vállalkozás dolgozóid belföldön, munkavállalói, akkor ez a külföldi vállalkozás belföldön állandó telephelyen rendelkezik, és akkor ezt a termékértékesítést, amit egy belföldi vevő felé számláz, azt viszont áfásan egyenesen kell kiszámlázni felé. Tehát tegyük fel, hogy van egy gyár, aki most szeretne egy kapacitását, gyártói kapacitását növelni, és egy új gyártóberendezést vásárol, mondjuk egy kínai beszállítótól. Ha a kínai cég ebben az esetben arra is vállal kötelezettséget, hogy elhozza ezt a terméket belföldre és beszereli, tehát nem csak a legyártása és a tulajdonjog átruházása, és ha ez az összeszerelés az mondjuk egy éven keresztül tart, akkor a kínai cégnek belföldön van állandó telephelye, és ezt az egész termékértékesítést az áfával növelve kell, hogy számlázzon a magyar gyár felé. Fióktelepet mikor kell alapítani? Fióktelep az egy jogi kategória szemben az állandó telephelye, és a szavak is, amiket használunk ugye a fióktelep kapcsán, picit mások. Ugye azt szoktunk mondani, hogy az állandó telephely keletkezik magától, tehát hogyha bizonyos feltételek fennállnak, gazdasági tevékenységet tartósan végzik, helyhez kötötten, akkor magától keletkezik ez az állandó telephely, amit ugye be kell jelenteni az adóhatósághoz. A fióktelep pedig egy cégjogi forma, tehát alapítani kell fióktelepet. Mikor van szükség pénzügyi képviseletre? Ugye a pénzügyi képviseletre belföldön akkor van szükség egy külföldi vállalkozásnak, hogyha nincs letelepedve belföldön, tehát nincs fióktelepje, nincs állandó telephelye, vagy nem rendelkezik se székhelye és állandó telephelye belföldön, magyarul nincs letelepedettsége, és ez a külföldi vállalkozás egy harmadik országbeli. Ja, ugye ez EU más EU-s tagállamból érkezik a beszállító vagy egy vállalkozás belföldre, akkor ugye neki nem kötelező a pénzügyi képviselet. A pénzügyi képviselet akkor kötelező, ha a harmadik országbeli az adóalany, és nem rendelkezik belföldön állandó telephelye. A pénzügyi képviselet szükségességgel jellemzően akkor áfán, vagy akkor keletkezik, amikor egy harmadik országbeli belföldön terméket értékesít, mondjuk vásárol valamilyen terméket belföldön, és majd ezt követően értékesíti, vagy akár úgy is, hogy egy láncüzlet közbenső szereplője, vagy úgy, hogy egy más tagállamból behozza ezt a terméket belföldre, beraktározza a raktárba, és egy raktárból értékesíti ezeket a termékeket, akár belföldre, akár más tagállamban, akár harmadik országban, annélkül, hogy a személyzet tartósan helyhez kötötten itt rendelkezésre álljon, hogy az eszközök jelen lennének. A pénzügyi képviselet
az egyetemleges felelősséggel jár, ami azt jelenti, hogy pénzügyi képviselő az egyetemlegesen felel az adózó, a harmadik országbeli adózó adózási kötelezettségeiért. Pont ezért a pénzügyi képviselő többször, legtöbbször valamiféle garanciát kér a harmadik országbeli adózótól, tehát akár egy bankgarancia formába, vagy akár egy pénzletét formába, ami fedezi ezt az egyetemleges felelősséget. Hogyha summáznunk kellene, hogy mi az az állandó telephely, akkor hogyan lehetne ezt összefoglalni ismétlésként? Igen, állandó telephely ugye azt jelenti, hogy az adott vállalkozás székhelyétől eltérő helyen van egy helyhez kötötten tartósan végzett olyan szervezeti egység, ami önállóan tud gazdasági tevékenységet kifejteni, tehát önállóan tud szolgáltatásokat igénybe venni, vagy szolgáltatásokat nyújtani, és ugye az állandó telephely az adózás szempontjából, különböző adónemek szempontjából nagyon fontos szerepel bír. Ugye itt meg kell különböztetni a társasági adótelephelyet az ÁFA telephelytől, illetve még külön szoktuk vizsgálni a helyi iparizási adó szempontjából a telephely keletkezését. Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM ÁFA igazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.